Mintegy 30 szobát díszítettek fel Valentin napra a vendégek kérésére a megkérdezett zalakarosi hotelben. Cimondor Nándor, a létesítmény igazgatója szerint elsősorban a fiatal szerelmes párok körében népszerű ez az ünnep. A irodónknak nyilatkozó kanizsaiak is úgy gondolják, egy kis aprósággal fontos ilyenkor kedveskedni egymásnak. A témához illő sütemények, díszítés, lufik és tematikus szolgáltatások várták a vendégeket ebben a fürdővárosi szállodában. Cimondor Nándor elmondta, sokan már előre jelezték az ünnepi igényeiket, és kimondottan azért jöttek hozzájuk, hogy a Valentin napot különlegesen töltsék el. Mi igyekszünk tartani a valentinos hangulatot, igazából mi a hétvégére, tehát a elmúlt hétvégére hangoltuk a Valentin napot, egy teljes teltházzal sikerült ezt megünnepelnünk, természetesen ételekkel, programokkal, teljes vertikumunkkal készültünk erre az alkalomra. Különleges díszítéseket kaptak a szobáink, ha a vendég például olyat kért, hogy legyen lufi vagy rózsaszírom az ágyán, akkor ez lett. Tortákat készítettünk különlegesebben ezekre az alkalmakra. Tehát úgy általában ez így zajlik. Találkoztunk olyanokkal, akik nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a Valentin napnak, de kisebb ajándékokkal azért meglepik egymást. Megtartottuk, vettünk egymástak ajándékot, de annyira nem szokott bennünket úgy érdekelni. Kirándulások, egyéb ilyeneket nem tartunk rá. De mégis megemlékeztek? Így van, így van. Kap egy csokit, egy kis ajándékot, aztán le van tudva. Ő inkább a marcipános dolgokat szereti, tehát ő inkább most is azt kapott. Az eredetileg angol száz szokás a 20. század végétől terjedt el világszerte. Február 14-e Bálint napja, Szent Bálint a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje.